Amikor arról beszélünk, hogy valaki az álmai meri követni. Tehát mer egy olyan életet élni, hogy zúdul felé a rengeteg kritika, és ennek ellenére ő megy tovább, és teszi nap-nap után a dolgát, és le tudja vetkőzni magáról ezeket a külső hatásokat, akkor az elképesztően inspiráló tud lenni mások számára, hogyha valaki ezt nézi, mondjuk egy hollywoodi filmben. Az az érdekes, hogy amikor valakinek a felemelő történetét végignézed, hogy ő minden kihívás, minden kritika ellenére megy tovább az útján, és követi az álmait, akkor az szórakoztató, inspiráló. Egy hollywoodi filmet megnézel, itt a főhős végigmegy, a gonosz, a nem tudom mi, a fele királysága, nem, tehát azért ezek nagyon jó ki vannak találva ezek a sztorik, de végén happy end lesz. És milyen szórakoztató ez a másfél-két óra, hogy végignézi egy ilyen hollywoodi filmet. De hogyha ez az életben történik, benne lenni nem olyan szórakoztató. Ezért választják olyan kevesen. És ezért van az, hogy a többség az visszatáncol. Inkább azt mondja, hogy ne, ez nekem nem kell. Bárki kimer lógni a sorból, bárki felmeri vállalni, hogy neki vannak álmai, vagy másképpen látja a világ dolgait, azt meg fogják torpedózni a környezete. Miért? Ennek számtalan oka lehet. Az egyik dolog az, hogy félnek, hogy elveszítenek téged. A másik, hogy félnek attól, hogy ők kevesebbnek fogják érezni magukat. És a harmadik pedig, hogy a saját félelmüket vetítik ki rád. Ők nem mernék ezt, és annyira szeretnek téged, hogy téged is próbálnak lebeszélni erről. A szülők tipikusan ilyenek egyébként, de a legjobb barátod is, aki közvetlen környezetedben van, ő is lehet, hogy azt mondja, figyelj, szerintem ezt ne csináld, ez nagyon veszélyes, ez nagyon gáz, és ez három közül valamelyik munkálhat benne. Aztán, hogyha megcsinálod, akkor lép a képbe a másik dolog, ami pedig az irítség, ami egy hihetetlen fertőzés itt a világban. A leggazdagabb hely az a temető. Mert a legtöbben egész életüket megfelelési kényszerben élik le, félve a kritikától, félve azoktól az emberektől, akik együtt élik az életüket, hogy őket le fogják húzni. Én pedig arra biztatlak, hogy legyenek álmaid, mutass példát, legyél tökös, állj az élre, melyiket választod? Bírod és mész tovább, és leszarod, hogy ki mit gondol, és mennyien kritizálnak, és mennyien akarnak a torkodat elharapni, vagy visszatáncolsz. Örülök, hogy megnézted ezt a videómat, remélem tetszett, ha igen, akkor oszd meg a barátaiddal, illetve arra biztatlak, hogy iratkozz fel a csatornámra, hogy első között értesülhess az új videókról. Kívánom, hogy rengeteg fejlődést hozzanak ezek a gondolatok az életedben, a következő videóban találkozunk.